Na hát akkor. B-liga, Nagy-Britannia. Q1. Hello. 20-an vagyunk, jól láttam. Amúgy. Így van, 20-an vagyunk. Az igen. Na hát. Szakadni fog az eső, vagy szakadni fog az eső? Nem, de azért be van borulva. Igen, ebből még simán lehet eső Q3-ra. Senki nem sért, sehova. Túl sorsan nem. Akkor nem gondolnám, hogy közel le az az eső, hogy mindenkinek kell sietni. Vagy amúgy lehet, hogy mi nem is töltöttek be, mert csak a Dali streamjében most töltöttek be, szóval ennyi késés azért Hát igen, nincsen az rajta. mindig a játékban. Úgyhogy lehet, hogy nálunk már leintik a dolgot, de náluk még majd nem lesz leintve. A levesze mindig fantasztikus a játék. Persze. Vihar előtti csend. Azaz. Csak engem szokott idegesíteni, hogy a hangos bemondó, hogy 024 folyamatosan beszél. Nem, néha engem is idegesít. De engem sokkal jobban idegesít, amikor bejön valaki a boxba és elkezd pittyogni valami. Ugye, hogy figyeljenek a box utcában, amikor átjárnak. Igen. Az nagyon szokott engem idegesíteni, főleg abban nem Monaco, csak ott van, hogy... Igen, Francia. Abban nem csak Na, ott van az... valaki ilyen síppal, hogy síppal egyet, és akkor tudják, hogy jön. Hát de hát az engem idegesít, amikor bejön 65 autó egyszer. Igen. Futamon nem lesz eső. Az már biztos, csak felhő. Ez már jönnek ki a pilóták, Ádám Kristóf fel az élen. Szokásosan. Alfa Romeo-jával. Mögötte pedig nem Balázs. Nem kettes volt szóval Racing Point-a. Mindig sosem fogom megszokni, hogy Racing Point-a mondjam. Majd egy pár év múlva már benne lesz a fejedbe. Én gyakoroltam Balázsral, meg Ádám Kristóffal is, és Balázsnak nagyon jó tempója van, kifejezetten szerintem. Ez simán 26-okba be fog menni időmérőn. És versenytempója sem rossz. Ne. Ez már egy potenciális versenyző. Hát és igen, meg most már rá is férne. Ugye az előző három futamon DNF-ek. Azt már most elvette a játék. Kicsit szívesen tette az első kanyag, se is vette. Nézzük M. Balást. Hét hatos első szektor. Nem az, nem tragikus. Nem jó, de nem is tragikus.
Nem figyeltem, padlón vetted ezt? Nem néztem én se. De szerintem nem. Hallásból. És hogy a másik tényleg is, ja. 335 ütött az óra, az nem olyan lassú. Egy, az utolsó sikán ez nem lett a legjobb, de egy 26-es időnek. Nem, 28-0. Na, első kere. Közben átveszi a vezetést. Van egy 9-en. Díjában a harmadik. Közben mindenki teszi meg a rossz részt, be. Igen, és ahogy látom, a pilóták még nem nagyon tankozzák meg az autót, mivel hogyha elvetenekik a játék a kört, akkor egyből vissza is jönnek. Arra gyan, azt gyanítom, hogy nem tankolták meg eléggé az autókat. Közben Norbert és Adam Kristóf javított. Látom, Desperado kicsit szélesen akar törni, nagyon a legyens végén itt anyát. Vissza is jön. Közben megnyitok egy csetet. Tudod majd te nézd, mert nem nagyon fogom most tudni megoldani valahogy. Igen, nézem, nézem. Persze. Ki úgy vélem még egy gyors pilóta és lehet esélye itt egy pole pozícióra. Egy ő most bejön. Ellen még csak hetedik. Halló mindenkinek. Mint én Ádám most kezdte el a gyors pilót. Frissen sült dobogósunk, mondjuk Ausztriából. De megcsúszott kicsit a hátulja azért. Hoppá, meg fogott azért. Jön. Utolsó pár meneken nem csak abszolválni. És... Be is fejezi, nézzük hova lesz elég. Sehova, mert elvette. Igen, de 28-5 volt amúgy. Ott lenne a 8. helyen szavonta előtt.
Két Ferrari van, miért köröm? Partit nézem éppen. Nighthawk előrébb van. Nighthawk előrébb van. De neki ő elvette. Hol visszatérek Artira. Nagyon belemelt a kopszba. És közben David fog befejezni egy kör. 29-5. Eddig utolsó. Bálint átvette ezt a helyet, az a 10 másodperccel lassabb körrel, gondolom. Elrontott valami. Igen. Hú, és közben Attila is elvette a körét, és ő is jön vissza a boxban. A boxban. Ez Prado van körön. És előtte Konarmi. Desperadónak jobb a másik szektornál az ideje. Nézzük akkor először is Konarmi. 1.28.514. Desperado pedig előtte van egy tizeddel. 28-4-jel. Igen, és nekem kicsit érdekes, hogy eltért már 10 perc, és meg egy csomó ember nincs miért körben, mert elvette nekik a játék. Így van. Azért nem gondoltam volna, hogy ennyi baj lesz ezzel. Most fejezd be egy kört. Ezt innen már csak nem veszi el. 1.28.9.0. Megfogva. Meg egy Jön Jackson is közben. Még szerint úgy nincsen köre. Jönt a számom Alfa Romeo azon. Tizenötödik. Na, ha Rolcsi ment el egy mért körre, ugye Rolcsi most ezre, erre a hétvégére már fix pilóta. Ja, McLarenbe Desperado mellett ül. Érkezik a Magötbe, meg keresni a Csepölön, egy jó kigyorsítással bekezdből rágyorsít a hangár egyenesre. Ennyi kettes részidő, második szemben. Nem, a Beketsz a második, a Magötz Beketsz, és a Csepöl az az utolsó jobbos. Ja, tényleg. Vaja. Én meg ez Csepöl Beketsz, na mindegy. Reggel van, na. Zoltán befejezi a körét. 28-ra. Máté is javított. Erik is befejez gyorsan. Közben Balázs is második. Szerintem minden pilóta kijött egy második körre. Erik 14. helyre tudta szolválni magát. Pintér Ádámnak is ki kell jönni, ugye neki sincsen még köre. És Arti is már kivezető körén van. Még elengedi Krumplit, aki gyors körön van. Pintér Ádám. Nyest van körön, második szektor vége felé tart.
Hát eddig rontás van, eléggé. 41 ezreddel. Tudja javítani az utolsó szektorban, az itt a kérdés. Előrébb tudja helyezni magát a táblázaton. Nem tudja. Rontott igazából. Ez az utolsó sikán, ez nagyon nem volt ideális. Közben üdvözlünk minden újat, aki most érkezett. Hoppá, krumpli elég nagyot fog javítani valószínűleg. De nem rontott se el az utolsó szektor. Ami a negyedik helyre, a negyediktől felugrott. Avantel is, nem, ő nincsen gyorsként. Ákos, de Pintér Ádám, igen, akinek nincs még köre. Az első kanyar túl elrontotta a hukkát. Nyílik a DRS. Mercedes-en. 28-2-es első szektor. Látszik az a hiba az első kanyarban. Minden centiméterét kihasználja a Kopsznak. És nyest elmegy egy ötödik körre is. Ezen a gumin. Pintér Ádám minimális szélárnyékot fogott Krumpliról. Kaszos első szárnyán itt ületi Krumplinak, vagy a Pintér Ádámnak. Pontosabban. Erről a kanyarról is kicsit lecsúszik. Nézzük, ez mennyire lesz elég, de legalább nem vette el. 17. Már csak egy perc van, tehát itt el kell mennie még egy körre. És nincs ez a majdnemba. A játék szerint. Mögött egy gyors körön van Ákos is. Nem, Ákos most van kivezetőn, de valószínűleg már nem fog felérni. Ja igen, hát ő, hát mondjuk, ugye, elején kicsit. Elején kicsit ugye később töltötte be őket, lehet nekik még 20 percük van. Ja, tényleg igaz. Arti lesz az első, aki eső közül, aki gyors köröm van, és befejezi. Elég gyenge. Nem látszik jó körnek. Igen. Igen. 29-6 az utolsó. Jackson a következő. Most kezd be egy igazi új kört. Mondtam, hogy még bagos, igen. Még van idejük. Igen. Ákos is most kezdi el a gyors körül. Pintér Ádámnak meg elfogyott az üzemanyag. Akkor Pintér Ádámtól már 100%-ra búcsúzunk. Hát hol sincsen körön. Igen, közben Desperado írja, hogy előbb vagyunk majdnem egy perccel. Ja. Tovább nálunk 2 perc, akkor fog lejárni az idő. Valahogy. Ó, oh, és most ebben a pillanatban. Is van. Akkor már csak Ákos és Dávid ejtheti embereket. Igen. Gyors körön vannak. Ákos van előrébb a pályán, és be is fejezi. Ja nem, ez a Pops. De hülye vagyok. Na ugye úgy néz ki. Ez a rajtrács, és ugye ugyanúgy balról jönnek a... Hogyha szembe vagy, ugyanúgy bal... Egy jobbos az előző. Igen. Ugye.
inkább balról jönnek, mint alapból. Tisztára azt hiszem mindig. Csak ilyen kamerálás nincsen a normális célegyenesben. Mint itt hátul. Hát persze. És ugye Jackson és Ákos Ricky nem fog javítani. Úgyhogy Ákoson múlik, hogy tovább bejut. 4/10 rontás volt a második szektornál, eléggé kétlem, ugye. Dávid is 4/10. De javítani annyit. Dávid elvette, igen, el is vette. Ákos is beért. Akkor ennyi volt. Hát akkor ez a Q1. Meg kell várni, ameddig mindenki visszaelvickél. Hát nekem meglepetés kieső Pintér Ádám és Árti. Tőlük azért én többre számítottam volna. Vagy gondoltam. Közben egy nem Balázs így... Nézd, sajátom, ugye 1/10 van Norbertől. Ez még kijött még egy körre. Hát igen. Az időmérő felénél kijött még egyszer. Na, Sevonter és Jacksonra várunk. Az úr nálunk nagyon szépen beakadt egy másodpercnél. Hát tökéletes a játék. És valaki még amúgy a pályán van, Ákos. Na hát akkor Nighthawk, Ákos, Pintér Ádám, Sancho, Dávid és Árti, akik kiestek, fognak hátulról indulni. Na nézzük. Hoppá, már vannak pár nap, akik felrakták a médiumokat. Kitisztult az ég. Így van, hát akkor valószínűleg meg nem lesz eső. Megúszszák, fések. Bármik akármi lehet. Igen, mint az előbb is mondtam, páran felrakták a médiumot, de a túlnyomó többségben lágyok vannak. Hát nem fele van taktikáznak. Sőt, több közepes van, mint lágy. Mondjuk gondolom, hogy lesznek. Hát igen, nekem is. Most már. Lesznek páran, akik még feltezik a lágyat, mert nem volt elég jó a körük közepesen. És... Ádám Kristóf vezeti a sort ismét. Tehát elsőnek kijönni. Nem jött ki elsőnek most, de nagyon siet mindig felé az első mért körre. Hát ideálisabb lenne néha kicsikét visszalassítani, de hát tudja. Főleg lágyakon. Hát igen.
És Na akkor... nézzük. Sose értettem, miért váltanak le 4-es RS-be. Izében, a kagyarban. Ki is kapcsolta. Érdekes technika. Eléggé. Megértem, hogy 7-esből is fel, vagy 6-osból is felfele lekapcsolják, hogy overtake-ben úgy gyorsabb. Manyorban. Mikor ha 3-asba vesznek be, vagy 4-esbe. Nulla, három, négy. Az nem egy olyan rossz itt a béseknél. Kicsit boost glory. Nem lehet, hogy megizélted a mikrofont valamit? Most jó? Nem, de mindjárt megyek a streambe. Várja. Hát jó streamben jó, úgyhogy... Jó, most már nálam is. Jó. Király közben 27-3-ot ment Adam Kristóf. 27-9-et, de már közepesen Norbert. 38-0 lágyakon. Desperado 28-8 közepesen. Jön a két ház. Egy más mellébe is. 5-6. 5-6. Rolcsi van, nem, Rolcsinak elvette, jön be boxba. Kes nagy pipa. És nyest előtte. Az ötödik helyre jön be, Kes nagy papa, pedig. Csak a tizedik. Éppen úgy 29 alá. Jön krumpli, hova lesz elég, hetedik. Hát médiumokon Bálint, vagy bocsánat, Balázs az első helyen. Egy jó 2 tizeddel Norbert előtt. Látom azt az ugás, hogy ott a izé mutatja a part, nem tudom mit kéne csinálni, mindjárt lecsinálom a kontrollert, hát az a problémája. Jó. Igen, jó. Na nézzük Balázs, vagy bocsánat Bálint, fogja befejezni a mérkőzést. Utolsó kanyar, 28-as idő lesz, 28-6. Majdnem 28-7. Na most... Hát igen, itt a... Nem. Vajon. Nem biztos. Igen, itt a médiumokkal pilóták 28 közepe és inkább a vége, amit mennek. Igen, akik médiumon vannak, ugye azok ki tudnak jönni még egyszer azon a médium gumin, az még annyira sokat nem árt egy kör. Hogyha nagyon ragaszkodnak a médiumokhoz, nem akarnak lágyja menni. Ki kezdi meg miért köré, Jackson miért körön van? Nézzük Jackson-t, akkor van előrébe. Csak nagyon visít. Állom.
A motor? Jackson kicsit túlerőltette az S-eknél. Hopp, 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 hopp. Ez nagyon sok volt. Akkor vissza is kapcsolok Erik ide. Viszont hogy nest van még előébb. Régi egyenesben jár. Elsőben, bocsánat. Hú, azt szépen, hogy nem vettem. Megett. Bekett. Ez itt azért lecsúszott a végére. Nézzük, a végén tizedet. Tizedet, ja. Végén már kettőt is javít, de ezzel sült előrébb. De legalább... Ja, azért jól nem változik. Erik elvette, be is jön. Rolcsi is Rolcsi elvette. Szabon terkezzel feledjük. Na nem, mert kivezetőnk van. Nekem még előbb azt írta, hogy azért. Nekem is amúgy az előbb még normális köre volt, de... Jól van. Okuna van nézzük. Bálint, V-áron, Savonter is feltettem már a lágyakat. Hiába közepesen van a legjobb körük. Így van. Desperado már közepeseken jött ki egy kivezető fölre. Gyújja közepeseken. Annak eredett közben. És neki fogyt az üzemanyag. Kunalminak elvette, hogy Kunalmi vette. Na most már Kunalmi 2 kilométerre kívül a pályán, igen. Kunalminak elvette a játék nálam. Már ott a másik szektor elén. Állam nem úgy, hogy találják ki. Akkor nézzük. Itt 2 tizedes javítás van most, hogy akarja fejezni, vagy? Hát igen, elvettem neki a körét, azt írja. Valószínű. De részt a rekord befejezni. Is. Nem vette el. Azért nézem, hogy... Ez tényleg akkor is azt írja, hogy elvette, hogy ha a kivezetők végt elvette. Hopp, de ezt nagyon elratotta itt az utolsót. Benne maradt 3 tized. Ezt várom a gyors körömben, miközben azt írja nekem, hogy kivezetőm. Yes játék. Igen, és Savonter pedig befejezte a követ, és 28-1-et ment, szóval valójában gyors köröm volt, na, játék hozza formáját. Akkor jó, na? Igen. Befejezi. 9. 28-od. Na, egyre többen vannak lágyakon. Bánt is biztos vagyok benne, hogy innen javítani fog. Desperadónak meg nem lesz elég az az időre tovább utáshoz szerintem. Igen, szerintem sem. És Konarmi. Oda vártam, és még egy Merci krumpli. És krumpli sopájt 3 után láthatjuk. Igen. Igen. Ugyanott a falban a kettő. Mind a ketten leparkoltak. Akkor 2 fix kiesünk már van. Igen. Úgyhogy ilyenkor ők a 9. tizedikán van, szóval... Mások lesznek javít. Ha, hát ezek a lágyok azok akkor nagyon jól mennek. Na 27-8-at fejöttem fel a 4. hely is. Ső, első. Hoppa. Még 1,5 másodpercet talált abban az utolsó szektorban. Erik ki van a gyors körének az elején.
ő se szeretne kiesni. Igen, és amúgy a Pálint ugyanolyan időmet lágyom, mint M. Balázs. Médiumokon, szóval M. Balázs is még ott lehet bőven a derébe. Igen. A tékra. Szóval, hogyha van vasznak, akkor megkérdésen, hogy utána felteti a csatán. Erik 041-es középső szektor, az nem biztos, hogy továbbító lesz így. Utolsóba kell valamit alkotnia még. De nem volt tökéletes. Nem hiszem, hogy továbbító idő lesz. Így van, 12. csak. Rocsi az, akinek még nincsen köre is most. Magsán nem hiszem, hogy az. Lesz. Töltje az elsőt, de benzine nincsen. Úgy néz ki. Hát igen, az nagyobb probléma. Az első 8 pontban nekik idejük már nem lesz, szóval. Rolcsi nem fog javítani. Desperado is bejön. Erik is nem fog javítani. Ez fel a 11. lesz. Hát talán még egy kör rá, hát hogyha van benzina. Erki. De Jackson. És keres meg fog ezt, meg most akkor itt lágyom. Van. Hoppá, nálam volt egy kis idegrendás. Nálam is nem. Nem tazad vezette volna, szintelen. Igen. Jaj! Hoppá! Vissza, igen. Visszadobta az egyenes közepére. Itt valami problémák lesznek. Azért az már durva, hogy kanyarokkal dobja vissza. Hét pokol. Inkább nézem Jackson. De most is. Egyel. De gyorsan vette be a bekitte, Keffölt is. Nagyon óvatosra vette. De 5-10-ebb javítása van. Ez nem lesz elég semmire. Másfél másodpercet kéne találnia. Sikerül-e? Csak egy helyet volt előrébb jönni. És akkor ennyi. Q2. Nem, Erik jól van körül. Nem, Ricky. Volt benne. Igen, nyomja meg nagyon. Hát ez még nem lesz elég. Nézzük, mennyire elég, vagy éppen nem elég. Hát tovább jutok. Az tovább jutok. Igen. Utolsó pillanatban egy kiütötte. Nem is tudom már kit. Ez az áldozat. Krumplit. Krumpli. Hoppá, és mit Dávidot ledobta? Hát akkor 9 ember lesz. A Kunal... Ja, de Kunal mi azért? 3-ban. Igen, mert izé összetörte. Igen. Összetörte, igen. Rocsnak. Nem sikerült miért költ mehetni. A kunkit ütötte ki. Nem, mintha ő tudott volna javítani.
És ezt a törte ugye be. Igen. És ugye így Kunárminak és Kumpinak is azon a gumin kell menniük, amikor most itt ezt a kört menték. Szóval kopott gumin indulnak mind a ketten. Ja. Ha minden igaz. Persze. Valaki, aki tudja, az létszor hívja vissza a Dávidot. Mert nem tudjuk. Nagyon rossz a hang. Itt mire gondolsz? Mesélj. Mi a rossz? Nyest az első, aki kijön, gondolom, akkor Ádám Kristóf. Leint el, siet mellette. És mögöttük embolás. Biztos. Szakadt a kommentár. Igen. 1-2-5-2. Meg tudod nézni? Akkor így folyamatosan beszélek, hogy akkor meg lehessen nézni, hogy akkor nem is tudom, mi lehet a probléma, de nem hiszem el. Nem tudom, mi lehet itt a probléma. Ja, igen, én egy kicsikét így recsegek. Hát ez a party miatt van, ez minden Steamben van, ez a kis recsegés sajnos. Ezt nem tudunk mit csinálni. Azt nyitok, hogy lépek és vissza, hát az jobb lesz. Lehet. És akkor nyest az első, nem először meg Ádám Kristóf. Már így jó lesz. Na mindenki természetesen. Lágyakon, így van. Első szektor a nyesnek 27-öt. Ott már van álljuk. Hoppá, Ádám Kristófnak jobb is. 4.49. Bocsánat a szék, mert halljátok, csak borzalmas minőségben van. Crash nagypapát dobta le most. M. Balázsnak 27-2-es első szektor volt, az már viszont egy nagyon erős első szektor. Itt a kéréseknél. Az biztos. Van. 1-3-8 nyest, elvette. 0, az elvette. Ádám Kristóf 1-3-5. Nem, és nem Balázs. 1-3-4. 1-3-4. Na nézzük, mi lesz az itt elég. Nem Balázs 27-2. Jön Norbi. 0-3-1-es második szektor volt, ez egy egyetem első hely lesz most. Bálinnak nem jó a köre. 3-ban ki befejezni. Meg Áron is akkor. 27-3. 27-3. 28-1, csak Máté. És jön Bálint. Bálintnak nem volt jó köre, most indul még egyre. És nyert is elindult még egy 27-5-ös első szektora volt eddig.
Egy, három, öt. Középen. Szerintem Kristóf környékű lesz akkor. Bálint is 22-5-ös közé, első szektorban. Szóval 7-6 nyert Ádám Kristóf megérkező. Most nézzük. Bálint. 7-6 így köröm. 1-3. Ezt lehet, be kéne jönni Bálintnak. Inkább. Igen. De ő befejezi. Inkább akkor egy fix mért kört. Jábor, nem olyan jó. 27-7. 91. Két torrosszó. Monsterban szavon fel, monsterem. Közben Krecsánkokat ledobta valaki, hogy akkor létes írja vissza. És már ennek is ki a második körre. Na, Ádám Kristófék. Rátette a tűrrel meg ott elején. Hát ez nem lesz jó skör. Egy 3-7 középső szektornál. Ez ott lett Bálint környékén, hogyha jól tudja befejezni az utolsó. Szóval 8-73. És Ádám Kristóf kezdj el. Megpróbált a fúfadlón a kopszot. Érdekes taktika, hogy leveszi nullással az erre. Ez nem már biztos, hogy elvette a játék szerintem. Igen, azért vette le, mert vissza kell jönni. Elvette. Ja. Következő az. Gyes lesz, de nincsen gyors körön. Akkor pedig... Marbi? Norbert lesz az. Igen. Norbit nézem. Igen. Jobbított az első szektorban kicsit. Egy 3-0. Ez egy 26-as kör lesz. Ha jól tudjam befejezni az utolsót is. Három is javít, 0-3.
26, 750. 1-3, 1-je van nem Balázsnak. Középen. Igen. Fél tized, de van elmaradva a Norbertől. Ha nézzük áron, mi lesz elé. 27 eleje, így van, 27 eleje. Egyben Balázs elé. Nem Balázs ezt vissza fogja venni. Szerintem. 6, 8, 81. Norbertet nem tudtam megelőzni. De az Árontól is ott kiszerette a helyét. Ádám... Egy kérdések, hogy még lesz-e idejük kijönni még egyszer. Ügyetek, kevésáltam. Ha már nincs, vagy másfél perc van. Hát nálam, igen. Hát nálam. Hát igen, valószínűleg nem lesz ez már így. Hát nem kis túl fejezi be. 27-2-50. Gönnyest. 2-21. De megelőzte Ádám Kristófa. Jön Bálint. Lenz, igen. Bálint. Igen, Bálint a következő. 0-3-6. Mély Áront ledobta, úr, hogy nagyon gyorsan vissza kéne hívni. Gyorsan. Igen. Hogy Peti kinője ülni még a számra. És akkor Bálint 27, közepe 6. Máté is csavított. Na és Embelecsán megy még egy körre. Úgy döntött. Vajon bírja a gumi? Az itt a kérdés. Eljött, igen. Nyest csavít egy tizede. Akár még pillanatban elé is kerülhet. Hát de itt a fotó ugyanis nem lesz erőse. Itt buhott bőven, szerintem egy tizedet simán. Egy 27. 4, igen. Nem tudta. Ádám Kristóf is. Ádám Kristóf is befejezte. Marad. Bálint, nincs köröm. Akkor már csak nem Balázs. Igen. Padlón átjött azért az a Cox. Nem volt rossz ez a megözbeket Seppel. Ez nem, ez jó volt, igen. 1-2-7. 2-7. 3 tizedet javít. Húha. Maradjon a végére benzine. Az most már szerintem maradni fog. Meg tudja mutatni, hogy ő igazából mit tud. És elfogy a végére! Kifogyott a benzine. És pont a végére. Aszta. Pedig egyszer meg lehetett volna neki a pole pozíció. Hát ez szerintem egy fél is lehetett volna simán. VR 27-2-es első, hívni. 35-4-es második. Ez már szinte, hát ez már álligás tempó, ki kell mondani. Ilyen körre már az állandagában is magát volna hét, hogyha ezt befejezi. Hopp és szegény Áron. Ajajajajaj. Tehát Norbert nyerte meg az időmérő edzést. Balázs második és Áron a harmadik helyen van. De nem láttam volna, hogy visszajött. Szóval, hát szerintem neki ez a futam most akkor ismét elment.
igen. És nem látom Áront, úgyhogy a harmadik kockapjás lesz. És a médiumosok vannak elől. A lágyasok pedig mögöttük. Csak hát valószínűleg jobb rajtjuk lesz. És óvatosan, fiúk! Nem kell sietni. Van 26 körötök mindenre. Nincs világvég, ha csak 25 lesz. Az első ott maradta. És hogyha valaki be fog vetődni, akkor az már kész vége mindennek. Itt a nagy probléma. Nem tudunk neked invet küldeni. Vagy de? Most így küldtem invet, te megkaptad Áron. Én is küldtem, nem tudom. Az a baj, hogyha vissza is jön, szerintem nem tud beülni az autóját, igen, most csak nem tud beülni. Nem szokta engedni. Hoppá! Jackson, Rolcsi, már keményeket rakott föl, közben itt nézem. Úgyhogy azok még érdekesek lehetnek. Állítgatják a pilóták a stratégiát, gumit gondolkoznak. És amit Schumprennek engedi, hogy gumit válasszam. Igen. Furcsa. Nem értem, miért kemények azok a gumik, de mindegy. Sokan vannak keményeken. Igen, 4 ember. Igen, ugye a lágyak nagyjából ilyen 10 kört bírhatnak ki. És utána meg már végigbírnak a közepesek. 6-7. Ja. Hát igen. Lehet, hogy ők inkább beáldozzák a keményet, és hogyha valamiből benne lesznek, akkor jönnek médium, és aztán a végére egy lágy. Megesett. Vagy akkor neki én az elején egyből felrakni a lágyakat. De vannak, akik lágyról indulnak, top 10-en kívülről is. Keresem most is többet. Tudom, szerintem letelt ez az idő. Szerintem is. Amit ki kell várni. Hát most már, hogyha valaki hall, én most már azt mondom, hogy szabad redízni. Szerintem. Annyias. Norbert. Lehet több is volt már ez, mint 2 perc. Mi gondolom?
Így is van, csak akkor feltetőbb. Na. Itt van az előbb, hogy nem is mutatta az árt itt. Hát de itt vannak igazából, csak VR-ont a boxban írja. Az jó. Dávid igen, visszatért. Hol írja? Nekem azt írja, hogy ott van a boxban. Áron. Gábbis is a boxot mutatja, amikor rámegyek. Nálam nincsen harmadik. Szóval. Hát akkor lehet ez a bumi paletta, hogy az első 10-ben csak Norbert Ember és nyers van közepesen. Neki más lágyakon. És top 10-en kívül is Ákos vég, az aki még lágyakon kívánt a rajtolni. Ember is váltott a végén. Na, egy pillanat. És akkor élnek is fel itt a versenyzők rajtrácsra hamarosan, akkor az utolsó kanyar. Na. Én szerintem nyomok is egy. A harmadik kocka az üres. Jackson. Cash my copon. Torchy. Nightfall. Pimpirány. Azt az a szépen átvitt utolsó erre felre. A első kamerát kapta? Fogjuk el. Így. És amint elrajtolna. Savonter kiugrott a rajtnál. Hátulját. Hátulját nézem itt közben. És telől Eldám Kristóf, ami borzalmasan jót rajtolt. Ma második. Kicsit lefelé terel a Bálint az élen, de Norbert elő tudott maradni. Repült egy a tüzészány, őt orosz szány. Kicsit nagyjából lefelé terel a Bálint, mindenki. Itt az egyik Ferrari talán egy kicsikét kapott, de, de nem volt rossz, azt kell, hogy mondjam. És itt beesik Bálint. Na nézzük. Es mellé, de ott marad. Vagy nagyon csúszik vissza Eriki, hoppá, és hopp, itt a végében valami nagy probléma volt, itt egy pár embernek tört a szárnya, itt Krumpli négyen egymás mellett, hopp, Krumpli vitte a táblát, a két Mercedes megint összeütközik. Nem tudom, hogy nagyon lassan mennek itt a pilóták, de itt nem fogtok elszélni, egymás mellett kettő, egymás itt a Mercedes mellett, hopp, pincér Ádám Pörögi. Hát igen, itt a kettő nem nagyon lehet elfélni ebben a kanyarban. Itt elől Ádám Kristóf vesztette a helyeket, nagyon elő második volt, és repül is a szárnya. Bálint és... Óvatosan, óvatosan. Hopp, nem, kéne betenni. Oh. Meg is van. Stavonter töltik a láthajtásos. Hopp, és Eriki. Túszik vissza. Máté fogja most nagyon támadni este. Szánytörés van Nyesnek, úgy látom. Igen, jobb oldal, ugyanúgy ahogy Ádám Kristófnak. Pálinknak nincs, nem Balázsnak. Szint úgy nincs, csak a Norbertet kell levadásznia. Nem vissza kellene jönni egy másodperc. És meg olyan helyre próbálja veszteni Máté, ahol nem szabad.
ez most nagyon sok időt vesztett, és ezzel csak a szárnyát veszélyezteti. És nem bír a pályán négy maradni. Nighthawk 7 helyet lövított, Ákos is 6-ot, Dávid és Alci is 7-et. Emblás szakadt le Norpitól. Ádám Kristóf viszont szakadt, hogy ő tört szárnyal is ott tud maradni Bálinton. Az Ákos és Eriki belülről megelőzte Ákos Erikit és megpróbál vissza, de nincsen elég közel. Ez Pádova még közel Kunalmihoz. De Eriki az ott van. Hoppá, és kívülről próbál, hoppá, ez egy illegál overtake lesz. Erik Ákos ellen, ketten mennek el az egyes kanyarban. Nem adja vissza neki Eriki. Visszapróbál esni Ákos. Észrevette Eriki. Szélesen vette. Akkor most DRS-sel. Ákos sokkal gyorsabb lesz. Pedig Kápány kívülről előtte már. Unalmi is nagyon közel van Immáthéhoz. Igen. Mögött közé Desperado is ott van. Immáthé pedig nyesten van rajta. Közben M. Balázs! És oda esik mellé! Megy Kunalmi is! Kunalmi is oda beesik mellé. És hirtelen szépkár. Miért nem visznek el senkit. Ajjajjajjajjajj. Hát te pedig most Pány eléggé kiesett a mezőnyből. Mány Balázs. Bocsánat, Balázs, igen. Ismét egy reszós időt hétvég a Balázsnak úgy néz ki. És ilyenkor most mit tud csinálni vajon? Ki kell jönni a boxba. Hoppé, és zöld zászló. Erik ilyen. Ákos van itt van. És közben Arti és Dávid. Arti próbálja megelőzni Dávidot. Fordít vagy nem tudom, azért is csarcolna. Csarcolnak törre van a szárnya jobb oldala. Mint ahogy látszik mindenki másnak. Ghostban próbálja megbetenni, ma abból nem lesz jó. Dávid nagyon-nagyon szélesen vette be. Igen, óvatos. Ott van Arti. Na itt ez. Jó. Látom még a rajtmás. Csapta le a szárnyát. Na most jelesre sokkal gyorsabb lesz a... Hopp és krumpli jön mögötte két. Tizet, egy tized már csak. Hoppá, na, Dávid. Na, harmadiknak már próbál, ne. Hoppá, jaj, és Dávid lefattam. Árti nagyon korán fordult. Hopp, Dávid majdnem belecsúszott a krumpliba. És most krumpli és Harti. Krumpli csinálni zavart, hogy ott közben előtte összementek. Krumpli ott tart kívül. Hoppá, kis sport. Közben Eriki összeadta a kapottnál, ugyanott, ahol Kunalmi és M. Balázs. Nézzük Krumpli és Árti. Közben nyom Árti. Hopp, és közben nyert. Igen. Kívül és ott van Desperado. Desperado. Nem kéne, hogy lesz rövőre. Jó. Nagy est. Majd nem húzza a fiányékot.
szoktak rá, valamennyire. De Prado bátor volt, itt most Máténak kéne emelnie. Igen. Máténak bele kéne emelnie. Mi van? Okosak voltam. Jó. Oh, jaj, Desperado. Nagyon, ott már szellemény volt. Szerencsére még nem törtőd ki. Előző héten Rick. És Torbert visszatajön. Elment, bármint szó. Szintén Ádám közben itt lesz Jackson nyakám. Simán körbe fogja autózni DRS-sel, valószínűleg. Itt. Nézzük belőle vagy kívülről. Belülről próbálkozik. És engedte Jackson. Most már Sintér Ádám sikerül. Ezt rá lesz most nagyon közel nyerthez. De ez nem lesz. Így van, ez elődési pozíció. De. Szerintem. Nem mondom sem. Terpékeztényes. Kívülről megpróbál Desperado. Aláfordul, itt nem lehet úgy bemenni. Jó. Hirtelen most nagyon laggol Desperado. Igen. Nem volt probléma. Még van egy Máté. Ó, Desperado nagyon laggol. Igen. Közben Szevonter támadhatja majd Rolcsit a hátsó egyenesben. Igen, most nagyon rajta lett. De azért van erő abban a... Nézzük. ...ez a lőerősen jó motorban előtte. Crash nagypapa összetörte, ugyanúgy a kopa. Safety car! Jött a safety car. Ugyanúgy a kopnál történt a másik irányba. Hát igen. De arra grozan. Na, a lágyasoknak most ki kéne jönnie. Hát igen, csak már a mezőnek a nagyon nagy része elment. Igen, de viszont Norbert elment a izé előtt a safety car előtt, úgyhogy még van egy körük elmenni. Igen. Csak deltájuk van többet. Na ebben a lágyban bejön a keményekről egy médiumért. Igen. Vágyta. Tehát ki fogadnak meg kéne jönni a médiumért. Jön be. Balázs jön be. Egy médiummal így safety car-ra talán nagy kibírhatja, vagy két lágyjal ugyebár. Igen. Akik most médiumon vannak, kérhetnek két lágyért. Az is kibírja, ugye? Honnan nem? Nézzük, itt előnyes a vízé Norbert. Mit kíván csinálni? Aki gyakorlatilag egy 3 másodpercet az előbb. Tehát volt győnek közepesken rajtól. Hát neki keményeket kéne felrakni. Ja, vagy két lágyat igazából. Vagy két lágy. Megoldás. Aki közepesen van, annak most két lágyat kéne felrakni. Két lágya azzal nagyon jól járhat, hogyha ügyes. Hoppá, és egy drive-thru Rocsinak. Valószínűleg nem lassított el időben. Tömörött a Bálint is, Ádám Kristóf is. Oh, na és Nyest vajon bejön. Nyest jön, és Nyest is bejön. Nem, érdekel, hogy feltartás lesz ebből. Jön, mindenki jön. Hoppá, és ott a racingpointnál keményeket raktak elő. Hoppá, és így van, Norbert hallgatja, mit beszélünk. Fölrakott egy lányat, az két lány lesz akkor. Bálint egy kemény. Ádám Kristóf médium. Közepes, igen. És nézzük, hoppá, Nyestet mennyire fogja el. Desperado kemény. Ó, és Nyest meg szárnyra cserélnek. Kemény, kapott. Kemény. Hát ezzel nagyon sokat. Így szinte az egész mezőny elment. Nagyon sokan kemény szoktak fel. Norbert, az a kizárásban. Hát is szárnyra cserél. Ajjajjaj. Ez érdekes lesz. Norbert most menni fog, mint a pokol. Hogy Rudi mondaná. Így van. De ott van előtte krumpli, ugyebár.
ő még ott megkeserítette ezt az elnyúlás manőverét. Két körös keményeken nem is tudom, hogy túl nagy akadály lesz ez Norbert számára. Friss lágyakon. Hát, meglátjuk. Most erres benzinből mindenből lesz mindenkinek bőven, szóval attól nem kell félni. Jó, Csésen ki úgy gondolt, hogy ő még nem jön ki. De Rolcsi kapott egy drive-thru-t, vagy iszteket, vagy valamit kapott. Szavontér közepesiket rakott fel. Gyere, meg is nézem. Igen, Rolcsi egy áthajtásot kapott. És azt csak a safety-vel után tudja letölteni, hogyha... Igen. Hogyha jól tudom. És valamilyen megelőzte Ákos. És valahogy Ákos elé kerül. Igen. Ezt én sem értem, hogy mi történik. Ebben a körben nem jön a safety, tehát még egy kör lesz. És szinte mindenki keményeken van. Szegény Erki már le van közben, szóval, és itt bent van a boly közepén. Igen. Ott még ő útba lehet. Hanem engedi el a pilótákat ott az újraindításnál egyből. Nem, Balázs is még csak ebbe a körbe fogja utalérni őket. Szegény. Safety card az nem nagyon sikert. Hát az osztrák fánkozása után gondolom kicsit kiégett. Elkapott, elkaptak a gumiai. Ezt leváltották majd Lander urat. Meg le. Mi váltotta? Amúgy tényleg nagyon lassú a safety card. Igen. Csak kettővel halad. Hát ilyen 150 is kitalálás tempó. És Balázs is felért a mezőnyre, szóval... Teszterád valamiért megelőtte Rolcsit, nem Rolcsit, szóval valamiért is előketik egymást. Nem tudom, mi volt az a Teszterádot ki is kapta. Aki csapattárs, és Teszterádonak ennyi. Igen. Ilyet előbb is már alakult. És most ugye itt a mögöttük lévők azok. Húha. Nagyon megszívták most. Elmondom. Aki hallott ezt rádon, hogy gyorsan küldjen egy ínybe. De nézzük, hogy Kunti felvezeti a mezőnyt. Okosan srácok, nem kell egymásba menni, meg ilyenek. Van. Szép nyugodtan. És el is indult Kumpli. Meg ezt a Norbert is. Már nyugodt? Igen. Hamar kezdte el. Desperado vissza is jött. Gyorsan. A 9. helyen. Ádám Kristóf van. Nagyon közel Pintér Ádámhoz, aki valamiért beszélkezett az egyenes közepén. Tehát egy illegált kapott. Áti az, aki veszi a helyeket folyamatosan. Hoppá, és ketten az egyes kanyarba ott az egyik Renault nagyon lecsúszott Ákos volt. A Pigan Ákosnak annyi... Oh, hogy jött vissza a pályára, kérem szépen. Hajjajjajjajjaj. Azért itt hátrébb vannak kis problémák. Közben Norbert meg is előzte Krumplit. Ennyi volt Krumpli ott a reményesen. Hát akkor ez jön, ez ennyi. És hogy Krumplinak ki kell még jönni a fixen. És ugyanúgy, ahogy Norbertnek, csak ugye ő sokkal gyorsabb. Hát van igen. Jó, hát nagyon lassú ez a kemény gumi. Igen. Ádám Kristóf, ugyanúgy gumi előnyben Bálinthoz képest. Itt van rajta.
és ott is van szélárnyék, az pont elég volt, és belülről megpróbálja. Ennyi átmenet vannak nagyon. Kívül lesz. Mélyebbet fékez. Megint elő van Ádám. Megint nincsen szárnya. Vagy lesz cserélte. Igen. Te el lesz cserélte. Úgy gondoltam. Cserélte? Igen. Túl maradt harmadik? De kocsak mindenki kapott az büntetést. Zolcsi letöltötte az át, tölti le az átfajtársaság. A kompli akaményekkel 3 másodpercet kapott egy kör alatt. Ezt mert nem ilyen rossz tökkel, mint gumi. Nagyon melletté támadhat, de nem, rögzés nem lesz. DRS nélkül ez még nem elég. De most ott van belül, és megcsúsznak mindketten. Kapta a Balázsi pofonokat azért most Jackson, hogy M. Balázs és Ákos. Balázs elment Ákos mellett, elkezdte a visszazárkózást M. Balázs. Hát ő most nem hagyja, igen, itt a médiumon. Itt van ez a... És ellen is tudom már a tankrumpin. Igen, előbb is itt volt. Bálint is ott van mögöttük. Robert így ugye a leggyorsabb kör. Gyorsan tapsolni kell a közönségnek. És most már újra lebéres lettem. Hát akkor Ádám Kristóf összeg támadni fog most, mert... Jaj, de mélyet fékezett Ádám Kristóf, és most nagyon rajta lesz állni. Keményeken. De ez még nem eltámadás pozíció Ádám Kristófnak. Hát itt Krumpin nagyon gyorsan vége lesz, és közben nyers csúszik vissza. Hol vágta ott a falba? Hoppá! Hopp, itt egy Ferrari tájőr, hát ott a 3-as kanyarnál elrepült. Hát eléggé, igen. Hát ez... Akkor folytatom nézni az Ádám Kristófékat. Ez ennyi, nem tudom, mit történhetett. Ádám Kristóf nagyon megy. A pályát nem is nagyon használja. Mondtad, nincs, hogy többet van pályán kívül, mint pályán. És Árti is visszacsúszott. És Dávid is akkor ott van összetörte az Ártival együtt. Megpróbáltak elfordulni. Igen, és csak Dávid a másik irányba. És közben Krumpi megelőtte Ádám Kristóf. Igen. Megbolondult a kontroller, nem? Jó. Rezeket, mint az atom. Szegény Rózsi is már kétszer volt hosszabb az újraindítás óta. Igen. Egyszer egy az áthajtásos, egyszer meg cserélték neki a szárnyát. Meg a gombi nincsen lefűrözés távolságban. Igen. Hátra ugye ő boxba ment. És vége van. De van. De nyomják most már. Hoppa, Konyumát és Jackson. Érdemes nézni, egy tizedre vannak egymástól. Jackson beteszi. Hoppá, és már fördül Jackson. Talán egy kicsikét összeérhettek Mátéval, de talán nem volt olyan brutális ütközés. Hoppa, még a Torosz is adott egy kis pofont Jacksonnak. Hát itt most hirtelen bukott 6 pozíciót. Eléggé. Bálint van rajta nagyon. Krumpli most már. Szóval igen, csak meg Krumplinak maradt érdese. Igen, amiatt már folyamat tudni megelőzni. Nem is csavarta föl. Norbinak már másodperces előnye van. Előbb több volt, előbb 7 volt, valami kiváltott Norbert.
Tomcsi, nem nagyon kíván leszakadni Ádám Kristófról, ez már 8 tizedről van, tehát szépen lassan, de nem ilyen nagyon gyors tempóban teszi ezt. Hát igen. Ádám Kristóf már van erre se. Lehet gyorsan le akarja rázni DRS távolságra, ami eddig össze is jött neki. Igen, az már megvan. Jádom Kristóf, szerintem most már próbálja kiúzni a végéig, ha nagyon szeretnek kijönni. Most az a logikus. És most már Bálint támadhatja. Úgy tudunk itt, hogy már nem is mondja. Rákos vég van 5000 Jacksonhoz. Be is teszi mellé. Meg is előzte. Nehézi Bálintot. Hopp, és már túl megküzdött az egyes kanyarban. És ment mellette Szevonter is, nem Balázs. Nincs elég, pont elég közel nincsen. De ez egy nagyon nézelődik. Miért jött gyorsabb? Hát fel olyan kopottak a gumjai. Igen. Sondaj, hogy megfaktál a két mertnek ezeken a idős keményeken. Kijönni most a kövikölgnél lehetettél. Az a taktika gondolom. Valahogy nem tud közel maradni. Egyszerűen. Hát szerintem kivárja, hogy Krumpinak elfogyjon az erőse. És majd utána támadja meg, csak ugye, hogy a tégutó légyek után Ádám. Eddig 5-szer, igen, nem engedte Lákos pont, ezt néztem. Hát, nem nagyon vannak csaták most. Bálint tartsuk az elkünti, azt egyszerűen nem tud. Elég tud. A Pistorpi kijött. Akkor médiumot fog fölrakni, nem is lágyat. Már föl kell lágyat. Amit tizet kibír a lány? Hát de meg kellett volna, akkor ez is még egy. Csak hogy 90-90-90. Hát, közepeseket rott el. Nem értem. Én sem értem. Ádám Kristófi most nagyon vezeti a futamot. Funkinak már látszik, hogy ez a kemény nagyon nem tapad be. Ott van. Igen,
itt állani, hogy megint rossz kormentának jönnek, és azért most ismét nem tud versenyezni, csak nézni tudja a futumot. Nagyon szomorú egyébként, hogy így ilyenkor nem lehet elindulni. Nem tudom, szerintem amúgy bármint, hogy nem is akarnám megőzni a krumplit, csak itt olyan. Hogy úgy kettes erősbe megy, és hogy nem fogok megőzni. Lehet tudja, hogy úgyis ki fog jönni, és akkor nem. Ha leszíteni túl sok időt, vagy nem tudom. Hát igen, bármint, nem már végig mert szerintem. Jó szín. Norbi. 15 másodperccel nagyjából Urbán egy mögött van. Azt az évi szó nem médiumok van, nem biztos, hogy sikerülni fog közben. Arti, nincs mit falba volt. Na most? Nem. Pont nincs elég közel fordulni az egyenesekben. Be tudja tenni mellé, és ott van kívül. Ez tudunk jönni is lesz. És rakadja fel a lágyakat. Pintér Ádám nem jön ki. De hát megpróbál végig menni. Hát nem akar egy körbe kivenni, gondolom, csak a társával, nem előnyös. Igen. Hát ki kell lánni. És hogyha nem még... keményeken rajtolt, akkor megpróbált végig menni, szerintem nála az lenne a nyerő csapata. Ezen rajtolt, mint én ráadom, 18 plusz és 19-ben jártunk, szóval. Igen? Igen. Meg lehet nézni, voltak én boxba, igen, nem volt, látom. Csak ő nem ezen volt én boxba. Igen, hát akkor bármit volt, nem csak húzatta magát. Spórolt az RS-re. És akkor most megpróbálta indulni Ádám Krisztóf után. Hát igen, hogy büntetésekre játszik. Na. Az a másik opció még. Ez itt Norbert, hogy fog kunalni ellen. A kunalni itt már eléggé halottas közepeseken van, az a 15 körösek. Azok végig már nem fognak menni, én szerintem. Hogyha azt próbálja. Hát a Kristófnál. Kunalminál. Ja, igen, Kunalminál már nem. Ki is kerüli Norbe. Igen, ott még M. Balázs és Ádám Kristóf leszünk azért a kettők ugyanannyi röskomikon vannak most. Ádám Kristóf utal értek közben Beszterából. Hogy M. Balázs ért utal Beszterából. M. Balázs. Igen. Ők vannak egyedül közel egymáshoz itt mezőnyben. Pintér Ádám az nem tudom mire vár, mire nem jön ki. Nem tudom én sem. Ágy már bőven, kibírja már nagyon bőven. Csak egyre hátrébb fog esni így. 7 másodperc 20 Ákos mögé fog jönni.
Bocs, nem 30 másodperc, itt ugye egy box kiállás. Még a csapattársa mögé. Na most jön ki Pintér ellen. Hát ez lehet, ez elég rendesen lehet aktiválni szerintem. Igen. Nem tudom is. Esik is vissza. És engedik ki. 60-nal lehet menni, ezt nem értem miért. Azért, mert esőben nem bírná 80-nak venni az első kanyát. Box utcának. Ja. Ja, én erre tudok gondolni csak. Mert azért az a kicsit nártas lenne. Krumpli elég kijött. Igen. Ez be Desperado és nem Balázs, nem Balázs. Elment Desperado mellett. Lassan ránézhetünk egy büntire, és itt rá is nézek. Állám Kristófnak 4x3 másodperc büntetése van. 12, igen. Bárinknak most lehet meg egy büntetés, az 3. Numákénak 6. Kell tartani. Nem Balázsnak egy warningja van összesen. Desperálunk 3 másodperc. Szeromaternek is 3. Norbinak 6. Norbinak egy perceke volt, de akkor azon kívül nincsen. Ákosnak 9. Mint Érádámnak. A New Máté az a 2-2, de az is ami a büntetésé miatt. Krumplinak is van bőven büntetése, 6 plusz egy öcceke is volt, akkor azért került. Ja nem, öcceke a gyorsajtára. Közben Desperado megforgott. Kigyorsítás van. Visszásít a 8. helyre az 5-re. Jackson 3. Martin 6. Gyorsajnak is. Vikinek is van bőven. Én is itt a többek, mint már kiestek. Hoppá, Desperado nagyon itt most szétesett rajtban. Törött a szárnya is. Alig tudja bevenni a fejét. Hát ki kell jönnie. Nézzük, Nolbert. Elment, futtam azt szerintem. Pont elég lesz betenni a Winter mellé. Így is van. Kicsit túl túl kicsit. Mivel jobban tapad még az a gond. Egy az 5. helyen volt be. Ha nyomja neki Balázs, akkor még már meg is nyerheti a futamot. Hogy Balázsnak nincsen büntetése. 12 másodpercen belül van Állam Kristófhoz. És 6 másodpercen belül Tálinthoz. Itt még nagyobb nyerhet, csak meg kell előzni el most Newmantét úgy, hogy nem vezet idő. Csak már gumia nagyon nincsen. Az a probléma. Hát igen. 3-1 szekkel gyorsabbnak lenni körönként, nagyon nehéz már most már. Bocsánat, nem második lehet csak. Nem nyerheti meg, bocsánat. Na nézzük. Egyes szektor. Az egyik Renault csúsztatott ki. Nem, Balázs megkapta a 3 szekjét. Húha. 3 akkor dobogóért megy a halat. És meg is előzi. Nagyon agresszív volt. Már próbál ott tenni. Kívül a halat. Hát, már van jött össze. De viszont nagyon szépen közelednek Ádám Kristófra. Egy követ hoztak rajta egy szeket.
Tehát alatta is elkezdett el, vagy alatta elkezdett elfogni a közöttet. Hát, ugyanaz annak, hogy mi vannak közben. Igen. Ugyanolyan. És csökken a hátránya. Ákos ellen. Megöttük aztán Funky is. A két Mercedes. Na nézzük, kívülről. Merész vagy. És Ság is jön krumpli. Hát itt egymás mellett inkább nem, igen. Na most már. Igen, nem kellett engedni. Úgy mennyire jobban kapadnak a lágyak. Ákosnak ennyi volt. És nézd meg, egy Spinder ellen simán megőrzti mindkettőjüket. Ákos annyira lassan vette be ezt a kigyorsítást. Közben Jackson-t előzte az Esperado. Valami nem történt kicsúszás. Aztán vissza kellett adni az Esperado-nak a pozíciót. Kumpli borzalmasan közel van Ákoshoz. Plusz még van egy 5 másodperc, amit nem töltött a gyors fejtes boxban. Arról láttam szóval. És Balázs folyamatosan közeledik állapi csúkra. Meg lehet a Racing Point 1-2, ha így haladnak. Elnézhet még egyszer a büntetésre. Neki is 9 szeken belül kell lennie. Igen, és Ádám Pistó egy warningre van a következő büntetéstől. 9,5 szekte van Balázs. Fél másodpercet kéne hoznia Ádám Pistóval, meg legyen neki a második hely. És nem eldurrant a kívülről a kompon. Megpróbálja. Rá nem mellette. Majd ott. A desperádő Jackson. Hát, ki kapott büntetést. Most már a hagyibe dobja. A Jackson az se tapadnak annyira jól. Hát ez például, hogy bőven előnyben van, de nagyon széles, de nincsen szárnya. 9 másodperc van nem Balázs. 9. Pont. 9 utolsó másodperc. Kör. 8,9. Most már minden erre tettek. És megkapta Ádám Kristóf újabb 3 szekélyt. És így szerintem még Numát is meg fogja előzni. Meg lehet. Nyumátének 15 másodperc 60, büntetése van, és Nyumáténak pedig 6 másodperc büntetése van. De ő is egy borémre van. Ó, 9. Közöttől. 9. Igen, az meg már 2 másodpercet kéne javítani az. Ennyi. Nem Balázs most kicsúszott 9 másodpercből, de mindegy. De 12 kell most. Igen. 12. És egyre maradt gumi. Pályán Ádám Kristóf. És jön Norbi, azt figyeld meg, jön Norbi. Nyom Máté mellé, bevetődik, hoppá, és megelőzte. Utolsó körön megelőzte, de pályán megnyeri Ádám Kristóf futamot. Bálint büntetésekkel előtte lesz. Így is van. És Bálint nyerte meg a futamot. Balázs második, és jön Norbert. 1-2. Aki már nem tudja megelőzni Ádám Kristófot, másfél szakemből. Hát igen, Norbertnek is volt büntetése. Megvan a leggyorsabb köre. De New Máté, vagy a 5-nek Szavonter, 6-dik Kunarmi, 7-dik jön be. És kibírta a 23 körös médium. Megcsinálta Kunarmi. Hoppácska. Pintér Ádám, Rumpli. Két Mercedes. Ákos, utolsó pont szerzőhelyen. Nighthawk.
Hoppá, és Nightwolf a tizedik közben. Hát és nagyon lemaradva jönnek már Jacksonék, bár még itt Arti megerőzheti Desperátót, hogyha... A utolsó kör? Hogyha... Egyelőre meg van... Jaj, de Desperátó ezt nagyon... Mert itt volt ez túlvállalat, szerintem. Hát most már minden vagy semmi volt, tehát igazából csak mindegy. 13 helyen. Hát megpróbálta. De itt egyetem, mert szerintem ő volt a hibás. Nem kellett volna úgy visszajönni, értem. És akkor 14. helyre ő is bejött. 14. lett, igen. Hát a két McLaren az 14-15, az sikerült nekik olyan jól az évvége. Lehet ilyen interjúzni. Rövid interjúkat lehet adni. Mi van? A Racing Point 1, 2, Adam Kisúb 3. Konar még büntetés nélkül hozzá. Két ember esetleg, csak jól emlékszem. Nyest. Dávid, Áron, aki első indul. 3. Hát akkor 4. Összesen. Ja, Crash nagypapa tényleg. Még Dávid. Jó, Ádám Kristófnak rengeteg büntetése volt. Igen. Bár mint hogyha csak 6 szegelet volna, akkor jobban. Hát de akkor jobban járt volna. Már kellett is sok. De hogyha 3 szekkel kevesebb lett volna, akkor is pont egy tizeddel lett volna igen. Balázs mögött. 90 ezreddel lett volna mögötte. Hát igen, 9 másodperc fölött már nagyon brutál. Így van. Na. Bocs, félre nyomtam. Jaj. Légy szíves. Na. Rövideket lehet interjúzni. Ha valakinek van kedve. Nem is terveztem itt ülni még sokat. Szerintem senki. Szép jó napot! Hát akkor hamarabb túl legyünk rajta szerintem. Kezdjük el most, és akkor majd közben megérkeznek az emberek. A Bálint. Mire tud alak először is a futam győzelmethez? Include megvan? Persze. Jó van. És akkor kérlek, meséld el, hogy ez igazából mit éltél túl. Hát a quali az, mint szokás szerint nem nagyon jött össze, de parancs ledobta a szerver, úgyhogy így egy pozícióval most feljebb tudtam most is indulni. Aztán hát rajta fel tudtam jönni két pozíciót, mert ott nyestek letört a szárnya és feltartott Ádám Kristófot is, szóval ott kettőt egyszerre tudtam előzni. Aztán ugye bejött az SC, Krumpli elén került, Ádám Kristóf meg Norbert átverekedte rajta magát, aztán jöttem én nekem ez már nem sikerült, ott csatáztunk egy 10 kör minimum. Aztán kijött a boxba, onnan meg már csak végigmentem, abban reménykedve, hogy Ádám Kristóf van minimum, vagy 15 másodperc büntetés, és tényleg annyi is lett, úgyhogy tök jó. Szóval, ja, nagyjából ennyi. Na, betadok akkor még egyszer. Akkor hello. Következő, akkor Ádám Kristóf. Oh. Na, négyzet neked is megvan? A parkba a négyzet. Én nem tudom, én életemben most lépek először parkba, egy terület vagyok egyébként. Jakot nem érzi ki egy olyat, hogy
Include my audio? Nem. Remek. Mert visszhangzott, hogy mi a baj. Is, valaki meg nagyon? Hogyha nincs az a négyzet, akkor, akkor az nem hallatszódik kifele. Streambe. Na jó van, hát akkor én megpróbáltam. Viszont megyek. Hello. Gratula neked is. Szia. Igen. Ajajaj. De bejött Balázs is, hogyha jól láttam. Na, amint nem lesz visszhang, folytathatjuk. Most nem nagyon hallom, hogy lenne, úgyhogy M. Balázs. Besi. Sikerült jönned a második helyre, gratulálok neked is, pódium középső fokára, mesélj kérlek, hogy mit éltél át közben. Hát a rajtnál viszonylag jól el tudtam jönni. Forogtam szépen. Aztán ez a safety car nagyot segített. El tudtam jönni. Aztán végén igazából mindenkit meg tudtam előzni kb. Na, Balázs show beindult. Keresztül mentél mindenki, hát az egyszer biztos. Nem kellett volna kicsúszni aztán. A gumi az mennyire volt vészes? Hát a végére volt 60%-os kávé, úgyhogy annyira nem volt vészes, bánítom végig közeledtem. Uh-huh. Hát ő is már ugyanannyi körös, csak keményeken voltál. Valószínűleg egy tempó lehetett a kettő. Maga a gumi. Ja. Na mindegy. Na, köszönjük. Akkor jövő héten. Így van. Norbert. Sziasztok, hello! Mesélj kérlek, hogy stratégiai melléfogás volt? Ott a nem, dolgok. Ez... Nem, ilyen? Ezt úgy hívják, hogy... Bocsánat a kifejezésért, hogy Fosh Codemasters, ezt így hívják, tudod? Mivel... Ismerős ez a fogalom. Mivel kiautóztam 9. körig 6 másodperc előnyt, és virtuál safety car alatt feldobja azt, hogy jöjjek ki stratégiát váltani, azaz jöjjek ki egy fehér gumiért, és én rá is nyomtam, hogy oké, okay, jövök ki, és végül csak a pirosat tette fel. Hihetetlen, nem is értettem. Nem is értettem. Feldobja a stratégiaváltást, ugye, mert az volt a taktikám, hogy sárga és aztán piros, uh-huh. És feldobja a stratégiaváltást, a 9. körben van, 16-17 kör simán elmegyek a fehérre, 6 másodperc előnye. Erre fel, a pirosat tette fel, de nem értem, hogy miért, nem értem. Ő dobta fel a gép, rányomtam, szépen kihívott a boxba, és a pirosat tette fel. Nem is értettem. Ez ilyen... Ez ilyen megmagyarázhatatlan, tudod, ilyen X-fakták ilyen. Az. Az igazság a Codemasters-en túl van, mert a Codemasters-ben nem sok igazság van. De amúgy jó volt, igen, nagyon-nagyon szépeket előztem a végén. Utolsó kanyar kombinációba is. Jó volt. Hál' Istennek most nem akadtam össze senkivel, nem volt gubanc. Most a Codemasters. Igen, nem értem, nem, ilyet nem csinált még soha. Nagyon sok hülyeséget csinált már, mióta F1-ezem, de ilyet, hogy feldobja a stratégiát, és megnézem, hogy fehér, biztosan rányomok, kihív, és mégis a pirosra teszi fel. Ledöbbentem, nem tudom. Nem tudom. Na jó, van akkor. Nyestem? Gratulom még. Ott a Desperados kontakton kívül. Valaki nagyon, nem tudom, mert partiban voltam vele, nem tudom ki volt előtte, de valaki azt mondja, hogy nagyon-nagyon lagolt előtte, és nem tudott mihez kezdeni vele. Desperado volt szerintem. Nem tudom, de azt mondta, hogy föl is vette és beküldte. Nem tudom. Igen, de az másik, de valamikor így falnak is csapta a harmadik kanyarnak a kijáratán.
Hát nem, szerintem besokalt már az idegbe is. Bejöttem volna, a harmadik helyre bejöttem volna, mert 1,9 másodperccel maradtam le végül. Nagyon sok büntie volt a harmadik helyezetnek. Igen. De viszont olyan negyedik, még volt olyan 5 kör a vége előtt, olyan 20.-21. körbe, ott kétszer is nagyon-nagyon csúnyán megcsúsztam. Nem is értettem, hogy tudtam megfogni az autót. Keresztbe csúsztam, mint a Mária Pócson lennék. De, és ott elvesztettem biztos, hogy 3-4 másodpercet azokkal a csúszásokkal. Túlerőt tettem, na, siettem, próbáltam utolérni a mezőnyt. De jó voltam, hogy igen. Gratulálok még egyszer a fiúknak, szép volt. Időmérő edzés nagyon izgalmas volt szerintem, ott voltak folyamatosan. Q1-ben is egy tized alatt voltak, Q2-ben meg is vertek. Sárga gumi nem volt annyira jó, látszott már a Q2-ben, nem volt annyira jó az autó a sárga gumin, pirosan jobb volt. Q3 végén ez. Is M. Balázs kb. 5 tele volt a vonaltól, hogy meg legyen neki. Láttam, 3 tizeddel. Így van. Volt a második szektor végén, 3 tizeddel volt jobb köre. Szép volt. Jó volt minden esetre az egész, csak nem értettem ezt az egészet. Reméljük legközelebb nem lesz ilyen. Na jó van. Végén miért nem még lágyat raktál föl? Tessék? A végén miért nem lágyat raktál föl az utolsó 10 körre? Még egy lágyat. Mert miért nem volt már csak nem a volt használt neki. Lágyom. Ja. Nem volt már csak használt lágyom, mivel a Q3-ba elhasználtam 2 szettet. Ugye aztán a fehér helyet feltette a 3. szettet, és akkor az, ott már nem volt csak az időmérős, abban meg pedig már ugye tudjuk jól, hogy abban 4-5-6% van, lassabb lett volna, mint a vadonatúj sárga. Főleg 2-3 kör elteltével még rosszabb lett volna. Így inkább a biztosra mentem, hogy legalább érjek célba ott a dobogó közelébe. Reméltem, hogy a fiúknak lesz büntetésük, tudom, hogy milyen a pálya, a Beketsznél ott rengeteg büntet össze lehet szedni. Tudtam azt, hogy fognak is még kicsúszni, és ki is csúszhat előttem egy McLaren, azt hiszem a Desperado. Úgyhogy igen. Inkább próbáltam a biztosra menni, csak ennyi jött össze. Hát második box kiállásomat követően 10. helyre jöttem vissza, úgy, hogy 5 másodpercre voltam. Az előttem lévő Red Bulltól, nem is tudom ki volt az. Kunármi. Igen. Vele vagy 2 körön elbíb előttem, nem tudtam volna megelőzni, de aztán sikerült, és le is szakadtam tőle, mentem a többiek után. Hát ennyi jött össze. De jó. Gratulálok. Gratulálok. Köszönöm hát szépen, akkor. Fiúk. Ez volt a brit nagy díj a B-ligában. Hello! Délután a. Én még itt vagyok, Lóri, csak szólok. Hát de nem beszéltél még? Nem. Akkor nem? Nem. Kajak. Csak kérdezett. Jó, bocsánat. Azt hittem tisztára. Jó, akkor mesélj, Dávid, kérlek. Jó van, na hát üdvözlek én is mindenkit. Hát igazából az időmérőről nem vagyok hajlandó nyilatkozni, mert kiestem Q1-be, aztán én itt megkajáltam itt a Q2-Q3-ba. Q3 előtt szokásosan ledobott a játék, úgyhogy innen is puszilom. Aztán a futamon igazából nagyon sokáig ott voltam pontszerző hely környékén, ott a 9-10-11. Hely környékén, ugye a safety car után, vagy a safety car miatt kijöttem a keményekért, és az volt a koncepcióm, hogy én azzal végigmegyek, aztán én soha többet nem látogatom meg a box utcát. Aztán ott a kopsz van a Magoc Beckett Chapel előtt. Igen. Jó, akkor ott a kobzba keresztbe állt Árti, pont előttem, ráadásul ilyen féllagolva, így megcsúszott, és megpróbáltam balról kikerülni, hogy ne romboljak bele 2 millióval. Aztán megúszott az autónak a hátulja, és irányíthatatlanul belevágottam a kobz falába. És követett ott téged még valaki? Kunal, mint a... nem? Árti talán? Hát mondom, a Tárti állt ott keresztbe. Igen. Ja. Úgyhogy majd kiklippelem, aztán megmutatom. Na jó. A rajt az egyébként szerintem egész szép volt. Legalábbis ott a hátulja, meg a daráló.
Aztán ott előttem, ott nem tudom, hogy mi történt ott Crash nagypapáékkal, mert csak azt láttam, hogy karmondarabok röpködnek mindenfelé. Úgyhogy én ennyit szerettem volna. Jövő héten találkozunk. Jövő héten. Na, hello! Sziasztok!